MEV, azt mondja, olyan vizsgáló módszer, amivel képeket tudunk létrehozni az agyról. Ennek az a történet, hogy ez az első olyan módszer, ami nem invazív módon, tehát nem öngelsugárzással vizsgál, nem bántja az emberi agyat, és ezáltal megismételhető. Az a lényege, hogy nem csak az agynak a struktúrájáról tudunk képet kapni, hanem az agynak a működéséből is. Tehát az agynak a működését tudjuk vizsgálni az emberekben, betegekben is. Epilepsziás betegeknél ki tudtuk mutatni, hogy a kóros agyműködés hogyan megy végbe, tehát az epilepsziás roham hogyan terved el az agynak az egyes részeire, illetve enyhe koponya sérültek esetében sikerült kimutatni, hogy egy enyhe fejbeütésnek is komoly következményei vannak az agyi működése. Ezzel most már lassan 14 éve foglalkozom, ez nekem szívügyem. Tehát én azt egy csodálatos dolognak tartom, hogy ellentétben mondjuk a többi módszerrel, itt nem invazív módon, tehát nem kell felszeletelni az agyat, nem kell megölni az állatot, nem kell az embert a halála után fölbontszolni, hanem élő állapotban tudunk információt nyerni az agyról. Ez, amit én csodálatosnak tartom.